Jó napot kívánok! Nézzük meg, hogyan lehet Amazon S3 bucketeknek a jogait beállítani. Először ugye az IAM-ba kell menni, ahol ami a felhasználó kezelés, itt a Users-be, és ugye kell legyen már felhasználunk. Hát én csináltam itt egy dél, meg egy reggel nevű felhasználót, amivel a jogosultságokat fogom demonstrálni. Akkor először nézzük meg a reggelt. Ugye itt lehet látni a permissions fülön, hogy semmilyen joga nincsen. Az egyedi S3 bucket jogokat itt az add inline policy-val lehet hozzáadni, és vagy be lehet neki adni grafikusan, ami viszonylag nagyon hosszú folyamat, vagy egy JSON objektumban, ami gépi adat, de azért olvasható. Itt majd linkelem a leírásban, hogy van egy ilyen sablon, ami egy darab S3 bucketnek a hozzáférését biztosítja. Másoláskor nagyon pontosan figyeljünk oda, hogy az egészet jelöljük ki, meg hogy más ne, mert ez gépi adat is egyetlen egy kis vessző vagy pont is teljesen elronthatja. Ugye itt ez két részből áll, két dologra ad jogot. Az első, itt az actionnél lehet olvasni, az első az az, hogy ki tudja ez a felhasználó majd listázni a, hát végül is nem kilistázni, mert egyet tud kilistázni, tehát ki tudja listázni az egy darab vödrünket, a bucketet, akkor mondjuk a reggeli nevű bucketet, a reggeli nevű bucketet adjuk neki jognak, és akkor a másik jog az pedig az, hogy mindenfélét tehet ezzel a vödörrel, viszont nem az egész vödörrel, hanem csak a benne lévő fájlokkal. Tehát még egyszer, a listázás jogot kap az egész vödörre, és a mindenféle jogot kap az összes benne lévő fájlra. És akkor itt a kék gombbal hozzá is lehet adni. Hát ő ezt grafikusan így találta ki, hogy ez így néz ki. Na, ez rendben is van. Hoppá, nevet kell neki adni. Reggeli. Jó, és hogyha visszamegyünk ide a reggel nevű userbe, akkor láthatjuk, hogy ezt a reggeli jogot meg is kapta. És bele is kukkanthatunk itt a JSON-ba, ami ugyanaz, mint amit bevittünk. Hát ez ilyen egyszerű. Minden jót, viszontlátásra!